Több mint egy év után júniusban nézők előtt szerveznek sporteseményt Romániában. A kormány döntése értelmében a labdarúgó Európa-bajnokság bukaresti mérkőzésein a Nacional Arena kapacitásának 25%-át vehetik igénybe a szurkolók az előírások betartásával. Ez egy kis győzelem a Covid ellen a kormány részéről. Így értékelte Novák Eduard ifjúsági és sportminiszter a román kormány döntését, amelynek köszönhetően a labdarúgó Európa-bajnokság bukaresti mérkőzéseire beengednek szurkolókat is. A Nacional Arena kapacitásának 25%-át vehetik igénybe, azaz legtöbb 13 ezeren nézhetik meg a helyszínen a mérkőzéseket, betartva minden egészségügyi előírást. Tudatában kell legyünk annak, hogy nem csak fit fociról van szó, hanem effektív sportról, ami szól az egész országnak, és ez eddig a legnagyobb sportrendezvény. Úgyhogy úgy érzem, hogy szervezési szempontból, amit az UEFA dolgozott ki, rendben leszünk. A bukaresti Nacional Arénában 3 csoportmérkőzést és 1 nyolcaddöntőt rendeznek június 13-a és 28-a között. Az ifjúsági sportminiszter elmondta, a labdarúgó Európa-bajnokság jó például szolgálhat majd más sportrendezvények előtt, így várhatóan a nyár második felétől beengedhetik majd a szurkolókat a mérkőzésekre más sportágakban, a belföldi bajnokságokban is.